Sziasztok, Szeni vagyok, üdvözöllek titeket újra itt. Ebben a videóban a Pink Box márciusi kiadását fogjuk együtt kinyitni. Mint azt tudjátok, én elő vagyok rendelve több ilyen beauty boxra, és most a napokban megérkezett egyelőre 4-ből 3. Szóval itt van a következő adag, a Pink Box. Így néz ki márciusban a doboz, egy nagyon szép ombrés, pasztelles, ilyen kis kumicukor színű Hello Spring felirattal, és hogyha követtek, tudjátok nagyjából, hogy milyen a Pink Box. Ez alkalommal is úgy csinálták, hogy ebbe a nagy dobozba beraktak még egy-két dolgot, ami nem fért be a, hát ebbe a kicsi boxba. Nagyon szokásos ilyen szórólapos dolgok. Az első, az megint a Triacle Moon márkától valami. Eddig mindig ilyesmi volt benne, és mindig 500 ml-es, szóval egy elég nagy pak. Ez pedig az Orange Secret, az 1001 éjszaka álmai narancs szirom extrakttal. Hát ilyen narancs. Igen. Ja, ez az első. És mindig szokott benne lenni egy újság is. Ez alkalommal a Couch van benne. Méghozzá a márciusi kiadás. Hál' Istennek nem valami régebbi. És én ezt az újságot már most nagyon-nagyon szeretem, mert ez ilyen home témás, ami nekem tetszik. Főleg most, hogy házat nézünk. Tegnap voltunk megnézni párommal, és most gondolkodunk, hogy mi legyen a döntés. Szóval most jól jön az inspiráció. Na, kinyitottam. Ez a szokásos látvány. Fekete selyempapír, pink szalag. Van ez a kis füzetke, mint mindig, amit megint nem fogok ugye kinyitni. Aztán az első, az egy kenderes energiaital. Oké. Okay. Na, eltávolítjuk ezeket a papír fecniket. Aztán van itt, de király, van itt 3 képes lap. Méghozzá ilyen nagyon aranyos, ilyen kis pasztel színű képes lapok, aminek én azért örülök ennyire, ez nagyon jól néz ki, mert ugye amikor csinálok ilyen nyereményjátékos videókat, vagy bármilyen ilyen zsábamacskát esetleg eladok nektek, amit szintén megint tervezek, akkor én mindig szoktam írni a nyertesnek, vagy a vásárlónak valamit, és arra tökéletesek. Bocsánat, az ilyen kártyák. Na de folytassuk. Itt van a Sebamed márkától egy nappali krém. Ja, E-vitaminnal és Q10-zel. Ismerem a márkát, szerintem ezt mindenki látta már drogériában, de kijel a hajam. De nem is szoktam használni, és annyira nincs is most szükségem így arckrémre szükségem van, csak valami újat nem akarózik most tesztelni. Aztán van itt 2 arcmaszk a Luvos márkától. Ezt, ha nézitek a videómat, ezt már többször láthatátok, ez valamiért nagyon gyakran belekerül az ilyen beauty boxokba. A másik pedig egy ilyen nedvességet adó maszk mandula olajjal. Azt lehet, hogy ki is próbálom ma este. Mandulaolaj, az bejövős. Aztán van itt a Rival Me-től. Azt hittem, hogy Rival the Loop lesz, de nem. Hát egy rosszmanos márka. Egy szájfény is. Hú, kezd sötét lenni. Kéne lassan a lámpa. Na mindegy, ezt gyors még megcsináljuk így. Egy ilyen nagyon szép, sötét, hát ilyen bordós, rózsaszínes kicsit. Kissable Lip Gloss, a színány alatta pedig a 09-es I'm Myself. Aztán van itt a Polar márkától, ezt a márkát is többször találtam már ilyen beauty boxokban. Ez pedig egy szájbalzsam. Na, ez király, szájbalzsam szerintem mindig mindenkinek tök jól jön. Legalábbis nekem. És végül az utolsó dolog, szintén a Rival Me márkától, ez egy Primer Blur Primer Drops Cranberry-vel.
Le van ragasztva, de mindegy, kinyitom. Szóval ez egy primer, egy folyékony primer, igazából gondolom az összes folyékony, de ez azt írja, hogy ilyen drops, szóval ilyen cseppek. Na mindjárt megnézzük. Jaj, de fancy! Ez nagyon jól néz ki ez a design, ilyen matt babarózsaszín, ilyen fényes bronz, aranyos bronzzal. Itt furcsán ezt van ragasztózva. Na mindegy. Jó, oké, mindegy, nem kezdek el szórakozni vele. Ez volt az utolsó termékünk a csomagban. Hát, ettől a boxtól valahogy ebben a hónapban sem vagyok elájulva, ahhoz képest, hogy ez 15, a My Little Box pedig 18 volt, hát ahhoz képest ez ilyen... Annyira nem mondhatnám. Írjátok meg nyugodtan, mint mindig, a kommentekbe a véleményeteket, hogy nektek ez hogy tetszett. Én vagyok csak most megint kicsit ilyen hálátlan, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy megint nem vagyok velük megelégedve, vagy ti is azt mondjátok, hogy ez nem is volt ugye az igazi, ez a csomag. Na mindegy. Hát erre tényleg nem adok túl sok pontot a 10-ből, de nem rossz. Szóval igazából mindegyikkel lehet valamit kezdeni, de nekem ugye a márkák se ilyen nagy huha, meg úgy maga a termék sem, szerintem. Na mindegy. Ennyi lett volna a videó, hogyha tetszett, akkor nyom egy lájkot, és hogyha szívesen látnál még ilyen hasonló tartalmat tőlem, akkor mindenképp iratkozz fel, mert minden hónapban több ilyen videóval készülök nektek. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!